Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ma esti magazin műsorunkban három témával foglalkozunk majd. Lezárult egy részt a téli sport időszak, hát megjött a jó idő. Ha már meglenne a fedett csarnokunk, azt gondolom, hogy azt mondanánk, hogy megy tovább, de egy picit erről is beszélgetünk, mert azért azt gondolom, hogy jól sikerültek ezek a történetek. Lesz még egy kis úszás is, aztán bemutatunk önöknek két díjazott, elismert ápolót, a Markusovszky oktató, egyetemi oktatókórházunk elismert ápolói ők, és azt gondolom, hogy megérdemlik, hogy itt a nyilvánosság előtt egy picit az ő díjaikról beszélgessünk. És hát önkéntes területi tartalékosok tettek nemrégiben esküt. Mennyire fontos nekünk az, hogy legyenek önkéntes tartalékosaink? Erről is beszélgetünk a mai magazin műsorunkban, ha tehetik, tartsanak velünk. Stúdiónk vendége Laki László középiskolai testnevelő tanár, úszóoktató, edző, köszöntelek nagy szeretettel, Laci. És Varga Jenő, a Városi Diáksport Bizottság elnöke, úgy is mondhatnám, hogy Varga Jenő jéglovag. Stúdiónk vendége, középiskolai tanár, szervusz. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Én azt mondtam, hogy lezárult a téli sportkorszak. Én azt gondolom, a jégpálya fullon volt szinte, amikor lehetett mindig, Jenő. Hogy zártátok le egyébként a sport területén, és esetleg így a szabadidő területén ezt a téli időszakot? Igen, három pillére van, ugye tudjuk, az élsport része, ahol a jégkorongot és a rövidpályás gyorskocsát elsősorban a diákolimpiai részvételre készülő, tehát tudjuk azt, hogy nagypályán is készültek azért a gyerekek, illetve a szabadidő és a diáksport. Hát a legfontosabb része nekünk, ugye hát maga a jégkorong és a rövidpályás gyorskocsa tette a dolgát, de nekünk a legfontosabb az volt, hogy a diákok részére majdnem közel 14 ezer gyerek megmozgatásában próbáljunk minél több olyan alkalmat létrehozni, ahol jól érzik maguk a gyerekek. Ennek az egyik legfontosabb állomása az volt, hogy az önkormányzat ingyenesítette ugye a korcsolya lehetőséget, a korcsolyázási lehetőséget. Nagyon sok iskola élt vele, megpróbáltak az igazgatók segítségével a testnevelők dupla órákat kreálni, hogy ki tudjanak jönni, minél többen igénybe vegyék, és ennek meg is látszott az eredménye, például az iskolák a jégen versenyen, ahol hihetetlen szám, de 23 általános iskolai csapat, és középiskolában pedig 18 középiskolai csapat indult. Ez egy fantasztikus nagy szám. Azért azt is fontos megjegyezni, hogy ugye a megyéből is érkeznek ide, tehát azért nem mindenhol van ilyen jégpálya a városokban, kisebb településeken, tehát ide tudnak csak jönni hozzánk, nem? Igen, szóval hát most Kőszegen megépül, tehát Kőszeg lesz az egyik központ még, mellett, amelyik azt a kis régiót lefedi, de élsport szempontjából biztos vagyok benne, egy központi hely, egyrészt nem 60x30 a szabványpálya, tehát a picik részére alkalmas, de majd a szombathelyi csarnok megépülésével ugye várható, hogy az élsport is. A régi 90-es években, mikor tudjuk, hogy 93-ban megnyertük az országos bajnokságot diákolimpián, 93-tól válogatottaim voltak, Mesterházi Imre volt edző kollégával, és ez nagyon sokáig is tartott, de utána nyitott pályák mellett elment az idő, és sajnálatos módon nem lehetett. Na nézzük a szabadidő meg a diásportban. A diásportban minden csütörtökön tudtunk rendezvényt tartani, tehát megvolt az ingyenesség, és a város támogatta a Diásport Bizottságnak a szervezett programjait. Ebből következően minden hétvégén, tehát 13 rendezvényünk volt, és ebben a 13 rendezvény sorozatban azt lehet mondani, hogy minden szegmensét ki tudtuk használni a jégsportnak. Tehát itt a gyerekek, a játék, a rövidpályás gyorskocsa, a tehetségkutató, a diákolimpia, az iskolák a jégen selejtező, illetve döntő részei, a jégkorong bajnokság, ami nagyon különleges, ugye a váltó olimpiai bajnok lett a rövidpályás gyorskocsa. Mi már 10 éve csináljuk például az 1000 méteres váltóversenyt, amelyik hihetetlen látványos, és ott mondjuk annyi, hogy egyesével versenyeznek a gyerekek, tehát mindig csak egy fut, 9 kör, 4 gyerek szépen lefutja az utolsó két kört, pedig akkor a befutó leggyorsabb. Nincsen ilyen, úgyhogy sima váltás, hogy nehogy véletlen probléma legyen. Jégről átmegyünk a vízre, ugye gyakorlatilag a víz is jég, vagy a jég is víz, vagy bármit is mondhatunk, de egy egész más közeg, Laci. És most már elindult ugye az ingyenes nyugdíjas úszásoktatás. Igen, amúgy az úszásoktatások is beindultak, tehát mondjuk azok az oktatások, amiket Oladra ti szerveztek? Még szervezés alatt van. Március 21-én indul a kisgyermekeknek, meg felnőtteknek az úszásoktatás. Még akkor lehet jelentkezni ezek szerint? Igen, ott
aznap kell jelentkezni végső soron. Mikor lesz, pontosan mondani? Március 21-én, szerdán, igen, 16 óra után a kisgyermekek meg az iskolások, és akkor 18 óra 30-től pedig a felnőtteknek. Én annyit tudok elmondani, hogy ugye jön a tavasz az újjászületés időszaka, ugye, ez vonatkozik a szabadtéri sportágokra is, meg vonatkozik, ami egész évben üzhető, ugye az úszás sportágra is, mint kiemelt egészségügyileg, élettanilag kiemelt sportág. Ugye egyszer kell csak megtanulni mindenkinek úszni, úgy, mint kerékpározni, és erre nem kellene sajnálni a pénzt, hiszen nagyon jó sportág, az összes izomzatunkat megmozgatja, könnyen tudunk úszni a vízbe, ízületünket, izmainkat, és lelkileg is feltöltődik egy jó úszás, egy jó program után mindenki, és ha megtanul valaki úszni, akkor bárhol a világon tud úszni, tud tengerbe, óceánba, Balatonon, mindenütt tud úszni. Tehát ez egy olyan sportág, ami nélkülözhetetlen ilyen szempont, és nem beszél be a vízibalesetek elkerüléséről, ami ugye kellemetlen dolog. Minél korábban tanítsuk meg, ugye? Igen. Hát ez egy fontos dolog. Már 3 éves kor után szülőkkel együtt már kezdődik az úszodához való szoktatás, úszoda érettségnek a felmérése és az úszásnak az oktatása. Minél korábban kezdik, annál előbb tanulnak meg úszni, annál jobban élvezik ezt a sportágot, és nekem az a véleményem, hogy 8-9 éves korig jó lenne, ha sokat úsznának a gyermekek, mert élettanilag ugye a szervezet belső szerveit erősíti elsősorban, nagyon egészségét teszi a gyereket, és nem csak az úszás, hát itt van a szombaton a vízilabda is. Igen. Most tehát, már van egy szép úszodánk is hozzá. Aki megtanul úszni, az vízilabdázhat is végső soron. Ugye jó csapatunk van, jó utánpótlása van, tehát megvan a lehetőség arra, hogy ez a szép vízi sportág újjáéledjen, ha így szabad mondanom. Jenő, az, hogy mondjuk az úszáshoz kell egy jó úszónadrág, egy szemüveg, Laci, mi kell még papucs törölköző nagyjából, vagy igen, egy köpeny még esetleg. Igen. Ugye itt korcsolya kellett, korábban nem jutottak hozzá gyerekek. Ma már azt gondolom, hogy nem egy nagy összeg az, hogyha karácsonyra a gyerek korcsolyát kér. A lányok ugye azokat a szép fehér cipős korikat, vagy hogy mondjam, igen, a fiúk meg akár ugye a jégkorongozáshoz hoki korcsolyát, vagy bármi más. Tehát a feltételek most már itt is adottak. Hát bárhova elmegy az ember sportboltba, jégkoronghoz szükséges kellékek, ütő, bot, védők, mindent lehet kapni. Igen, hát óriási üzlet. Tehát a sport óriás üzlet, hatalmas levegőpiaca van, és a jégsport is természetesen, mind a műkorcsa, mind a jégkorong. Hát gondoljunk bele a nagypályás speciális klapkap korcsolyára, éppen Hunyadi Emese volt egy időben itt nálunk, tudni kell, hogy Bádenben kapott lakást, és ott élt egy darabig, én meg 10 évig Bádenbe edzősködtem, gyakran lejött edzésekre az Emese. Tehát ő náluk is meg a rövidpályás gyorskorcsa, tehát ezek a fő vonalak megvannak. Na most ezeket megvásárolni egy csomó boltban, nagyon sok bolt foglalkozik vele, sportbolt foglalkozik vele, de itt van Ausztria közelsége, tehát ha kimegy az ember, ott is meg lehet vásárolni, de használt korcsolyákat is árulnak, vannak olyan helyek, ahol használt korcsolyákat lehet, bérelni is lehet, és megvásárolni, és a kisgyereknek a lába, hogy nő, nem állít a korcsolyánál, célszerűbb igen, esetleg bérelni, igen, és igen, úgy igen, megoldani ezt. Nagyobb gyerekeknél már látom, hogy viszik külön magukkal, más tehát már van korcsolyájuk. Igen, más védőfelszerelés különösebben nem kell hozzá, hiszen ebben a tömegek korcsolyázásban, illetve a mi játékainkban nem kell ez. Említetted, hogy jó lesz, hogyha megépül a csarnok, hát ígéret van rá. Nagy szükség van arra, hogy legyen egy jégcsarnokunk a városunknak? Igen, úgy érzem. Tehát akkor nem kell jégre tenni tavasszal a jégsportot, hanem egész évben. Igen, hát tulajdonképpen a gyorskorcsa az már szeptemberben elkezdődnek a versenyek, tehát ott augusztusban már mindenképpen augusztus közepén jégen kellene lenni. Biztos vagyok benne, ugyanúgy, mint Csehországban, 2-3 hónapot biztos zárva lesznek ezek a jégpályák. Más funkcióra, akármire ki lehet használni. Tehát ennek majd meg kell keresni természetesen a lehetőségét. És akkor még egyetlen, hogy a szabadidőt akkor ne feledjük. Az egy óriási dolog volt, hogy a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség pályázott, és 4 pályázatunk a Magyar Szabadidősport Szövetség és a Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatását elnyerte. Ez egy óriási jó érzés volt, hiszen tudjuk, hogy Szombathely a színes Mikulások városa és a mesztelen korcsolyázás városa. Hát ez nagyszerű. A programok nagyok, az ötletek. Laci. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon sokan járnak síelni Ausztriába, különösen családosan. Az egy drágább sportág. Ez a korcsolya nagyon olcsó sportág. Minden nap lehet üzni tömegeknek, reggeltől estig.
amíg a másik sportág egy gyönyörű sportág, igaz, ugye, de a felszerelése, a ruházata, a sílécek, meg az utazási költségek, meg a síbérletek, szóval drágává teszi a végső soron a síelés, de így is mennek tízezrek, még lehet, hogy Szombathelyről is végső soron síelni át Ausztriába, meg Olaszországba, meg Szlovéniába, tehát a nagyhegyek vonatkozásában, de a korcsolya az mindegyiket, és gratulálok a Jenőnek, hogy ilyen kreatívan kreatív csapattal rendelkeznek, csinálni. Meg gratulálunk a győztes pályázatokhoz is. Igen, Laci, március 21, elindul az oktatás, mindenkit arra biztatunk, gyerekekkel menjenek, és akkor Laci tanár úr, felnőttek is jöhetnek, és ott lehet beiratkozni 21-én. Igen, Oladon, az Oladi Tanmedencén. Vízbe és jégre nincs más akkor megoldásként, tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további szép estét nektek. Kedves nézők, váltásképpen, amíg a stúdióban csere lesz, helyet cserélnek a vendégeink, a Szent Márton templomról készült kis rövid filmünkbe tekinthetnek bele. Még ma is emlékeznek rá a helyiek. Rá, aki megosztotta köppenyét a koldussal, aki meglátta a nincstelenben Krisztust. Rá, aki a felemelő szeretet példaképévé vált. A katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentjéről, Szent Mártonról van szó. Tiszteletére és emlékére templomot szenteltek Szombathelyen. A hagyomány szerint azon a helyen építették az isteni hajlékot, ahol egykor a szent meglátta a napvilágot. A ma is látható épületet a 17. században emelték a jódomonkos atyák. A 20. században nyerte el végleges formáját. A téren található szobor azt a jelenetet örökíti meg, amikor Márton az e helyen állt egykori kútvízével megkereszteli édesanyját. A nagy templomban egy kis kápolna felé sietnek minden alkalommal a hívek és a kíváncsi turisták is. Itt láthatják Szent Márton erekjéjét, egy kis darabot a hit emberének földi maradványaiból, akinek keresztényi nagysága ma is erőt önt az emberekbe. Erre mutattak példát a domonkos atyák is, akik a 17. században telepedtek le Szombathelyen és vállalták magukra Márton emlékének ápolását. A főoltárkép a Szent Háromságot és a két hittudóst ábrázolja. Szent Ágostont és Aquinói Szent Tamást, akik a legbehatóbban foglalkoztak a Szent Háromságtannal. Ahogy már korábban is említettük, 33 templomról készítettünk rövid filmet, hamarosan megjelenik majd ez a kiadványunk, tehát hogyha valaki szeretné végignézni ezeket a kis filmeket, megteheti majd, kérem figyeljék, egy sajtótájékoztató keretén belül hamarosan bejelentjük majd a megjelenését ennek a sorozatnak. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban az Markus Ossi Egyetemi Oktatókórház két nemrégiben igen komoly elismeréssel munkáját megbecsülve, ismerték el a tevékenységét azoknak az ápolónőknek, akik itt ülnek, Benkő Lászlónét, aki a Markusovszki Egyetemi Oktatókórház osztályvezető ápolója, és aki pro sanitate miniszteriális elismerést kapott. Gratulálunk hozzá, köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Másik kedves vendégünk pedig Hábetlerné Bangó Judit, aki az intenzív terápiás szakápolója a Markusovszki Egyetemi Kórháznak, aki Kossuth Zsuzsa emlékdíjat kapott a közelmúltban. Gratulálunk hozzá, köszönöm, hogy itt van. Köszönöm szépen. Ritkán jutnak önök szóhoz, azt gondolom, a nyilvánosság előtt, mert teszik a dolgokat, hiszen ez szerintem oly természetes lehet az önök számára. A számunkra nem annyira ismerős, tehát mondjuk azt, hogy hála Istennek nem kell minden nap a kórházba mennünk, és nem kell minden nap önöknek velünk foglalkozni, de önök ettől függetlenül minden nap foglalkoznak ezzel a gyönyörű szakmával. Gyönyörű ez a szakma? Tehát melyikőjük miért jött erre a területre annak idején, amikor úgy döntöttek, hogy ápolók lesznek? Az én indítatásomat egy gyermekkori élmény határozta meg, mikor is egy égési sérülés folytán bekerültem a gyerekosztályra, és akkor tetszett meg nagyon ez a pálya. Az ottani
fehérség, a falak fehérsége, az ápolónőknek a ruhája, és 14 évesen kellett pályát választanunk, és akkor határoztam el, hogy az egészségügyi szakiskolába jelentkezem. Tehát ez kellett egy baleset? Hát meghatároztam. Véletlenek nincsenek ugyanis, nincsen. Tehát azt gondolom, így hogy annak van. Azért kellett ott bekövetkeznie, mert önnek erre a pályára válaszom. Kellett jönni. Csak nem égette meg magát, Kiskegyed is? Nem, de erre a pályára születtem, tehát ezt úgy éreztem kiskoromtól fogva, hogy valamilyen segítő pályát fogok választani nagyon kiskoromtól már. Amikor tanulták a szakmát, akkor már lehetett érezni, hogy ez nem lesz egy olyan egyszerű küldetés? Igen, mi már 16 évesen a betegágy mellett voltunk, ez egy 3 éves képzés volt, és már ott éreztük azt, hogy nehéz pályát választottunk, de ez az évek során aztán elmúlt ez az érzés, és a szépségét láttuk meg benne. Hasonló a vélemény? Igen, hasonló. Tehát már a tanulmányok alatt, bocsánat, hiszen akkor önök már duális képzést kaptak, ugye ma beszélünk arról, hogy duális mérnökképzés. Nem is lehetett volna másképp azt gondolom ezt a szakmát elsajátítani, mint a betegágy mellett, ugye? Igen, igen. Kiktől tanulhattak? Milyenek voltak azok az ápolónők, akiktől annak idején tanultak? Mennyiben másabbak voltak mondjuk, mint ma? Hát nyilván a körülmények másak voltak, ugye? Így van, sokkal több ápolónő dolgozott akkor a betegágy mellett, gondos, precíz, alapos munkát végeztek, és tényleg a betegek kértettek mindent. Volt példaképe? Igen, volt példaképem. Igen, nagyon szerencsésnek érzem magam, mert egy csodálatos területen dolgozhattam az intenzív terápia területén. Szél Kálmán professzor úr mellett 84-ben kerültem ide szeptember 1-én a Markus Oszki kórházban, azóta dolgozom az intenzív osztályon, és egy olyan csodálatos közegben, amit soha nem tudok elfelejteni. Így van, ahogy a Klári mondja, hogy nagyon sokkal többen voltunk, csodálatosan tudtuk a szakmát, nagyon-nagyon jól képzettek voltunk, és csodálatos nem volt. Nem mondjon ilyet, hogy voltunk, hát ma is azok. Én igen. Azt gondolom, hát példaképként ülnek most itt a stúdióban, igen. És az lenne jó, hogyha most nagyon sok fiatal, döntés előtt lévő hölgy társunk úgy döntene, hogy mégiscsak megnézem, hogy milyen is ez a szakma. Hiszen ez valahol azért nem egyéni dolog, hanem csapatmunka, ugye orvosokkal, ápolókkal, asszisztensekkel kell együtt dolgozni. Sosem gondolták azt, hogy na jó, befejeztem, én ezt nem csinálom tovább. Nem jutott eszembe még idáig, és valóban, ahogy tetszett mondani, ez egy team munka, tehát a orvostól a takarítónőig mindenki részt vesz a beteg gyógyításában, és itt szeretném is megköszönni az én kis csapatomnak, hogy lelkiismeretesen, gondosan és odaadással ápolják az idős, magatehetetlen betegeket. Én az ápolási osztályon dolgozom. Igen, igen, tudjuk. Csapatmunka. Igen, csapatmunka. Említette Szél Kálmán professzor úr nevét, de igen. Nyilván többen is voltak, akik. Így van, így van. Ez alatt a néhány évtized alatt megfordultak abban a csapatban, ahol dolgozott. Igen, igen. Most is egy csapatmunka, és mindig is az. Az intenzív terápia soha nincs olyan, hogy alárendelt és felé rendelt orvos nővér nálunk mindig teljesen együtt dolgozik, és egyforma szinten képzeljük el egymást. Ne haragudjanak, de meg kell, hogy kérdezzem. Mert nyilván jó, néhány néző elmondaná nekem a véleményét, ha nem tenném meg. Az nem fordult meg a fejükben, hogy nem Magyarország, nem Markus Oszki kórház, hanem valahol külföld. Mert esetleg ott jobban megbecsülnek, több pénzt adnak, tudom is én, ezer indokot lehetne most fölhozni. Soha nem jutott eszükbe. Nem volt nehéz olvasni azt, hogy néhányan kimennek, elmennek? Hát biztos, hogy nagyon jobb kereseti lehetőség van a külföldi országokban, de ez a mi korosztályunk még nem rendelkezik nyelvtudással, tehát eleve már hátrányban vagyunk, és az a sok-sok év, amit itt eltöltöttünk, az egy ilyen nyomot hagyott bennünk, amit azt gondolnám, hogy nem hagyjuk már cserbe ezt az országot. Hasonló a vélemény? Nem jutott soha eszembe, hogy kimegyek. Szereti a munkáját. Igen.
Nagyon szerettem. Azért azt gondolom, hogy az utóbbi időben mintha történt volna előrelépés a tekintetben, hogy elismerjék ezt a munkát, amit önök nap mint nap végeznek a betegágyak mellett. Talán még egy picivel lehetne fokozni, de most minthogyha rendeződnének a dolgok. Én ezt jól látom? Nagyon jó irányban halad az ápolónőknek mind az anyagi, mind pedig az erkölcsi megbecsülése, és ezt reméljük, hogy motiválni fogja majd a fiatalokat arra, hogy ezt a pályát válasszák, hisz nagyon nagy szükség lenne rá. Igen, a képzés az most már olyan szinten van, amilyen régen volt, és hát azt szeretném mondani, hogy gondolják át a fiatalok, nagyon szép hivatás, a legszebb hivatás, főleg egy nőnek, és remélem, hogy ha sokan jönnek, vagy többen jönnek, akkor könnyebb lesz a munkánk, mert szerintem nem is a fizetés volt itt a legnagyobb probléma, hanem hogy kevesen vagyunk. Az még a fizetésnél is nagyobb. Tehát volt, létszámban voltak létszámban, kevesen, igen. Gyakorlatilag egy ember több ember helyett igen. kellett, igen, hogy megold. Igen, fizikai megterhelés igen. is hárult mindenkire. Ráadásul több műszakban teszik mindezt? Három műszakban, illetve most már 12 órában dolgoznak, tehát nappali és éjszakai műszakban. Én csak 12 órában dolgoztam már 84-től. Illetve már előtte kezd helyen is, nekünk 12 órás műszak volt, tehát nekem ez így volt természetes. Van a családban valaki, aki esetleg megkedvelte önök miatt ezt a pályát? Tehát egy követő családtag? Nekem fiaim vannak, úgyhogy... Hát ők nyilván nem. Nem. Rokonságban sincs senki, aki... Nincsen. Uh-huh. Nincs. Önöknél? Nincs más. Nincs nálam. Hogyha mondjuk az önök dolga lenne, hogy... Hát mondjanak néhány gondolatot egy fiatalnak, akkor azért itt most mondtunk olyanokat, hogy 12 órázni, de nyilván a 12 órát 12 óra szabad idő követ, ugye? Tehát, hogy lemegy a 12 óra, utána 12 órát nem kell dolgozni, tehát van idő regenerálódni, ugye? Vagy hullára dolgozzák hát magukat, nyilván nem. Nem, van nem, szabad nyilván, idő. Uh-huh. 12 óránál inkább több a szabad idő. Több a szabad utána, idő. Igen, uh-huh. igen. Most már a felszereltség, ami a kórházakban jelen van, és azt gondolom, hogy a Markosovci Oktató Kórház egy nagyon jól felszerelt kórház, segítheti az önök munkáját, ugye, nagyban? Igen, hát a kezdetektől fogva, ugye 40 éve dolgozom, nagyon sokat fejlődtek mind a diagnosztikai eszközök, mind pedig bejöttek ugye az egyszeri használatos eszközök. Hát régen el sem tudtuk képzelni, hogy milyen könnyű egy vért levenni, vagy egy infúziót bekötni. Az egyszerű használatos eszközökkel ezek nagyon-nagyon megkönnyítették a munkánkat. Gondolom, hogy az orvosokét is a sok-sok műszer, mert azért rengeteg hogy műszer ne. Került mostanában a kórházba. Ezt hogy látja ön? Igen, így van. Mit mondanak a doktor urak, doktor asszonyok, doktor urak? Igen, teljesen felszerelt az intenzív osztályunk, nemrég volt felújítva, tehát teljesen. És 42 év, 280 nap volt nekem a munkaidőm, tavaly szeptemberben, most már nyugdíj mellett dolgozom. Tehát visszajár? Igen. Szereti a szakmáját ennyire? Igen. A díj mit jelentett? Hát mit mondtak a többiek? Hát nagyon örült neki mindenki. Nekem egy meglepetés volt, hisz titokban tartották végig. Apró jelek azért utaltak rá, hogy valamilyen elismerésben részesülök. És ugye február 19-én a Dunapalotában szembesültem vele, hogy megkapom ezt a nagyon szép díjat. Amihez szívből gratulálunk, és önöknél, hogy reagáltak a Kossuth Zsuzsa díjra? Kossuth Zsuzsa Magyarország főápolónője. Ez nekünk egy nagyon-nagyon, én úgy érzem, hogy az ápolónőknek a legnagyobb díj, hogy Magyarország főápolónőjéről elnevezett díjba részesültem. Én is szeretném megköszönni az egész osztálynak, hogy ezt megkaphattam, mert ez egy team munka természetesen. És nagyon örülök neki, nagyon büszke vagyok rá. Én előtte csütörtökön volt az ünnepség, előtte nap tudtam meg szerdán. Jó, tehát nagyon akkor. Igen, jó, igen. Tehát nagyon nagy meglepetés volt, és ami még a másik a díj mellett az én számomra az egy nagyon nagy dolog, hogy folyamatosan csörgött a telefon a lányomnak. Igen, a gratulációk, és munkatársaim, tényleg azt mondhatom, hogy egytől egyig.
Tudják, olyan boldog vagyok, hogy elfogadták a meghívást, és egy kicsit hosszabban beszélgettünk arról a szakmáról, ami azért sokak számára, akik egészségesek és nem kerülnek kórházba, nem annyira fontos, de akik ott vannak, az életük múlik azon, hogy hogy szólnak hozzájuk, hogy hogy néznek rájuk, és hogy együtt tudnak velük érezni. Ehhez gratulálok Önöknek, és hálás szívvel köszönöm valamennyi szombathelyi kedves néző nevében az eddig eltöltött éveket a kórházban, amelyeket szebbé tettek sokak számára, és a jó Isten áldja meg Önöket egészséggel, hogy még tegyék ezt sokáig. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és gratulálok még egyszer is. Köszönjük szépen. Kedves nézők, mi pedig megyünk hamarosan tovább, egy másik templommal folytatjuk, a Szent Erzsébet templomról készült kis filmünkből láthatnak részletet, hogy a Ferences templomról van szó. A szegényeknek szombathelyen több pártfogójuk is van. Szent Márton, a szaléziek és a ferencesek. A szerzetesek még a 14. században telepedtek le a városban. Egy ispotályt, kórházat alakítottak át saját céljukra. Idővel templomot és kolostort építettek a helyére, hogy szolgálják Istent és fele barátaikat. A templomot Szent Erzsébetnek, II. András király leányának, a szegények pártfogójának tiszteletére szentelték. Mai formáját barokkori átépítés során nyerte el. A templom belseje több építészeti stílus jegyeit viseli magán. A szentély megőrizte az eredeti gótikus formavilágát. A templomhajón a 17. századi átépítés nyomai láthatók. Főoltáron Árpádházi Szent Erzsébet faragott szobra látható, körülötte Molnár C. Pál festményei, melyek adventi, nagybőti és Szent Erzsébet életéből vett témákkal cserélhetők. Az üvegablakokról a magyar és az egyetemes egyház nagy alakjai tekintenek le ránk. A templom egyik mellékoltárának festménye az 1740-es nagy szombathelyi tűzvészt örökíti meg. Ez Szombathely legrégebbi látképe. És akkor az utolsó beszélgetésünkre készüljünk fel. Olyan katonás lesz az a beszélgetés, de hát mi más lenne, ha a téma maga is erről szól, tehát azokról az önkéntes tartalékos, területi tartalékosokról, akik nemrégiben esküdtettek, szükség van rájuk, miért van rájuk szükség, ki miért dönt úgy, hogy belép a katonai sorba és önkéntes lesz. Erről beszélgetünk a következő közel negyed órában. Stúdiónk vendége Ferge László őrnagy úr, a Katonai Igazgatás és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Szombathelyi Toborzó és Érdekvédelmi Irodájának a vezetője. Kicsit hosszú, de elmondtam azért. Igen, nem tévesztettem, ugye? Nem, köszönöm tökéletes. Szépen, őrnagy úr. És dr. Gadányi Péter, aki területi önkéntes tartalékos hadnagy, jól mondtam? Igen. Ugye Pétert arról ismertik a kedves nézők, hogy nagyon sok esetben az egyetem mi óráiról, kísérleteiről, meg külföldi útjairól beszélt nekünk. Igen, földrazi témakörök kapcsán. És őrnagy úr biztos megengedi nekem, hogy az első kérdésem ez most akkor Gadányi Péterhez szól. Péter, miért döntöttél úgy, hogy te önkéntes hadnagyként felveszed ezt a nagyszerű egyenruhát, részt veszel a képzéseken, és ha baj van, akkor mész? Hát talán azért már nem szedek kilógni a sorból. Most a sor egy kicsit megszakadt azért mostanában, mert katonákból nagyon kevés van Magyarországon, de szeretnénk, hogyha persze több lenne, és ezáltal nagyobb a biztonság. Ösztönösen az emberben benne van az, hogy valahogy folytassa azt a védelmi szerepet, amely a férfiaknak általában ösztönösen előjön ez az érzés, és sokkal inkább egész embernek érzem magam ezáltal, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy adott esetben, amikor szükség van rám, akkor helyt állhassak, és megvédjem a védtelen embereket tulajdonképpen. Egy olyan helyzetbe kerülök ezáltal, hogy
tudok segíteni, így módon is. Ez így módon ösztönösen vállaltam ezt a feladatot, ez úgy bennem van. Azért az, hogy hadnagy valaki, az azt jelenti, hogy azért előtte, mondjuk egyetemi évek alatt, előtt, után? Hát én ugye egyetemet végeztem, és ez most így az elején, ahogy összeáll majd a század remélhetőleg minél gyorsabban Szombathelyen. Ezt majd mindjárt megtudjuk, hogy hogy állunk létszámban. Elsőnek a végzettségünk alapján kaptuk ezeket a rangokat, és tulajdonképpen, hát így lettem én így hadnagy tulajdonképpen. Engem is kicsit meglepetésként él, de a kiképzés, amely majd folytatódik, illetve elkezdődött és folytatódni is volt a következő években, az már ez erre fog irányulni, hogy tisztnek fognak majd kiképezni. Nagyon helyes. Szóval hogy áll a század? Hogy áll a század, Őrnagy úr? Kell még tartalékos jelentkező? Kell, igen. Úgyhogy várjuk is az érdeklődőket, jelentkezőket. Ugye itt megyénkben minden járásban 100 fős századok fognak felállni. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy Vas megyében 700 főnek van lehetősége arra, hogy vállaljon ilyen szolgálatot, területvédelmi tartalékos szolgálatot. És itt valóban ez a kulcs szó, amit ugye Hadnagy úr is mondott, hogy ezek a századok, ezek meg tudják védeni, tudnak segíteni azoknak az embereknek, akik esetleg önmaguktól nem lennének képesek rá, vagy nem lenne elég az a képesség, amivel ők rendelkeznek. Ott lesznek a járási századok, ott lesznek az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák, és tudják biztosítani annak a településnek, járásnak a biztonságát, a nyugalmát, a békéjét. Ez lehet akár egy természeti katasztrófa, tehát nem kell itt feltétlenül háborúra. Ezt akartam megkérdezni, hogy valamikor, így persze ne háborús szituációra, ne azzal induljunk ki, így hanem van. Azzal, hogy ennél vannak sokkal egyszerűbb problémák, itt volt a tél most például, és lehet, hogy itt is lehetne majd később segíteni, aztán az árvizekre gondoljunk télután többnyire, és bármely más katasztrófák jöhetnek, amely esetekben mozgósíthatók akkor ezek a csapategységek. Hogy lehet valaki területi tartalékos? Hát tehát jelentkezni kell biztos, hova, mit van. Kell csinálni. Az első, az az elhatározás. Nyilván otthon már sokan jegyzetelnek, írják, hogy mit kell tennünk. Nagyon remélem, és bízom benne, hogy holnap már az irodánkon, ugye a jól ismert hat kiegészítő parancsnoksága, vagy ahogy sokan mondják, ugye a kiegen majd sokan megjelennek, nagyon bízom benne. Hát az első az elhatározás. Tehát ugye azért ez egy komoly döntés, mert nyilván aki az egyenruhát fölveszi, annak tudnia kell, hogy ő rá majd az emberek számítani fognak, az egyenruha miatt úgy tekintenek rá, hogy hát azért a kiemelt figyelemmel, talán ez a legjobb szó erre, hiszen várnak tőle egy plusz tartást, plusz képességeket, azt a fajta segítő hozzáállást, amit ugye azért egy katonától el kell várni, vagy el lehet várni. És hogyha ez megvan, ez az elhatározás, akkor az irodánkon gyakorlatilag egy viszonylag gyors folyamat tartalékossá válás. Nagyon fontos az, hogy ugye természetesen személyes okmányokat kell behozni, iskolai végzettséget kell igazolni. Itt, ahogy már ugye elhangzott Hadnagy úrtól is, az iskolai végzettség az számít abban, hogy ki milyen rendfokozatot kap. Tehát azért mi figyelünk arra, hogy kinek milyen korábbi tapasztalata van, iskolai végzettsége van. És amikor túljutott ezen a jelentkezési folyamaton, akkor megtörténik a szerződéskötés, és onnantól kezdve ő a Magyar Honvédség tartalékos katonája. Aki egy kiképzést kap majd, Hadnagy úr, akkor azt kérjük szépen, hogy ami eddig megvolt kiképzésben, az elviselhető volt? Természetesen, hát bírnánk még bőven, úgyhogy bírni is fogjuk, és nagyon lelkes emberekkel vagyok körülvéve. Eddig Győrből érkeztek a kiképzők, és nagyon lelkesen végezték ők is a feladatokat, és mi is maximálisan. Ezt hogy értsük? Fizikális felkészítés is van, ismerkedés mondjuk haditechnikával, tehát mi minden történik ilyenkor? Ugye, ebben az évben 20 nap van így kijelölve, illetve itt még lehetnek még plusz napok is ezen felül. Ebben ugye arra van idő, hogy mindenből egy kicsit tulajdonképpen megismerjünk. Igazából nem olyan túl sok idő ez ahhoz, hogy nem egy több éves képzésnek megfelelő természetesen. Inkább én kifejezem a hangsúlyt arra is, hogy itt az önképzésre is igencsak nagy szükség van. Tehát nem csak ezekben a napokban, amikor ugye moduloknak hívjuk őket, 10 ilyen van, és összesen így jön az éves 20 nap, hanem az ember magát is képezze. Tehát
önképzésre is szükség van természetesen. És úgy kell élni a napjainkban, hogy mindig készek legyünk fizikálisan és lelkileg is. Ez a lelkünket is megerősíti és ösztönöz minket arra is, hogy egészségesen éljünk, és fizikálisan is bármikor helytállhassunk, ha szükséges, mert nem gyenge emberekre van szükség természetesen. Örnagy úr, azért a világ, hogy úgy mondjam, forrong, de inkább azt mondom, hogy Európa. És ugye, ha az ember a tömegmédiából jövő információkat hallja, akkor kétségbe esetten néznek körül néhányan, hogy ha valami történne, ki fog megvédeni bennünket. Hát most itt a lehetőség, azt gondolom. Tehát vannak, akik erre gondolnak esetleg előre, hogy azokat az értékeket, amelyeket mi megteremtettünk, amelyeket őseink megteremtettek, azt valahol nekünk meg kell védeni. Ugye eddig nem nagyon volt egy olyan ütőképes, ha őszinték vagyunk, katonaságunk, amely esetleg erre képes lehetett volna, most úgy tűnik, hogy építkezünk. Ez egy kiváló lehetőség azok számára is, akik ebben a munkában szeretnének aztán majd később részt venni. Említette Hadnagy úr, hogy vannak napok, amikor menni kell képzésekre. Ez egyszerűen el lehet jönni a munkahelyről? Tehát hogy képzeljük el ezeket a dolgokat, történeteket? Avasson be ebbe is bele bennünket. Igen, természetesen, amikor a jelentkezés megtörténik, akkor a munkáltatót is tájékoztatni kell erről. És mi erre nagyon nagy hangsúlyt helyezünk, tehát mi direkt egy tájékoztató adatlapot állítottunk össze, amit amikor ugye a jelentkező jelzi nekünk, hogy ő neki munkahelye van, és ő valahol dolgozik, ezt átadjuk neki, ő ezt elviszi, és a munkáltató meg tudja nézni. Információt gyűjthet természetesen akár telefonon is, tehát minket föl lehet hívni, fölhívhat, és megkérdezheti, hogy pontosan ez és ez a pont mit takar, mi az én feladatom. Egyébként itt nagyon fontos megemlíteni, hogy a munkáltatók kompenzációra is számíthatnak erre az időre, amíg az ő munkavállalójuk kiesik. Tehát nem arról van szó, hogy úgy kérjük, hogy engedje el az ő beosztottját, az ő munkavállalóját, hogy ezért ő semmit nem kap. Ezt biztosítjuk neki, hogy a kompenzáció természetesen jár. Így talán egy kicsit könnyebb. Illetve én azt veszem észre most már, hogy a cégvezetők is úgy gondolkodnak, hogy azért az a cégnek is jó. Hiszen van egy olyan embere, akit kiképez a honvédség, akit felkészít, ha bármi történik annál a cégnél, akkor több olyan embere van, aki tud reagálni. Amíg megérkeznek mondjuk a szakemberek, addig ott van, aki cselekedni tud. Van vezetői tapasztalata. Hiszen nyilván ugye a rendfokozat az azt is jelenti, hogy az ahhoz tartozó felelősséggel és kötelességgel ugye megtanulnak bánni az önkéntes tartalékos katonák. Tehát ugyanúgy lesznek beosztottjaik, ugyanúgy lesz felszerelés, amiért felelősséggel tartoznak. Tehát gyakorlatilag ezt a munkahelyére is át tudja vinni. Embereket tud irányítani, tud róluk gondoskodni, tudja a munkájukat felügyelni. És én azt gondolom, hogy talán a vezetők részéről a pozitív hozzáállás az talán ennek is köszönhető, hogy most már értik, hogy ez jó a cégnek is. Nyilván itt ugye azok az emberek, akik átesnek ezen a folyamaton, ők egészségügyileg is azért látszik, hogy rendben vannak, hiszen a honvédség erre nagyon figyel. Tehát egyfajta visszajelzést is kap a munkáltató, hogy igen, az én alkalmazottam egészségügyileg rendben van, fizikailag rendben van. Péter, fiúk is vannak a családban, ugye? Fiú, gyerkőc is van? Ja, a gyermekek? Igen. Nekem igen, vannak. Tehát ilyenkor mondjuk a gyerkőc is másképp néz az apára, nem amikor mondjuk a póton beöltözik egy ilyen egyenruhába. Hát igen, valószínűleg tréfásan is szoktak otthon is Hadnagy úrnak szólítani. Vicces. Hadnagy úr elvisz reggel az iskolába bennünket? Igen, ez most már ilyen viccelődésnek is sokszor a tárgya. De én azért is jelentkeztem, egy kicsit most erről eszembe jutott a gyerekekről is, hogy mi lesz akkor, hogyha nekik is majd menni kell, és mi van akkor, hogy és én meg nem veszem ki a részemet, esetleg akkor, hogyha helyzet van, mert előfordult, amikor már ők felnőttek lesznek, akkor lehet, hogy már kötelező lesz a katonaság, mert olyan lesz a helyzet a világban, mert gyorsan változik minden. Nem akar az ember ebből kimaradni egyáltalán. Úgyhogy még a katonaság Magyarországon most, hogy ilyen helyzetben van, ez nem jelenti egyáltalán az, hogy nem lesz rá sohasem szükség, és el kell kezdeni a készülést. Közben eszembe jutott, hogy ha valaki jelentkezik, akkor területekre osztják be őket? Tehát mondjuk most eszembe jutott, hogy annak idején volt, aki kifejezetten azért ment be előbb katonának, hogy ott meg lehetett szerezni a sofőr
engedélyt például. Tehát ezek is szempontok, amikor válogatnak, hogy milyen emberekre van szükség? Későbbiekben, itt is már szempont részben természetesen, mert vannak gépkocsi vezető beosztásaink, tehát különböző beosztások, amihez már ezek a végzettségek, képzettségek kellenek, tehát ezt is figyeljük. Olyan szempontból is lényeges a dolog természetesen, hogy azért az önkéntes tartalékos szolgálat az nyilván tovább lépést is biztosíthat. Tehát, hogyha valaki tartalékos szerződést szeretne kötni. Így van, akkor már gondolkodhat abban, hogy esetleg hosszabb távon gondolkodik a honvédséghez, tehát tartalékos. Tehát életpályában gondolkodik. És aztán életpályában, tehát akár szerződéses, akár hivatásos állományba majd később át tud kerülni. Tehát ez egyfajta ismerkedési időszak is a honvédséggel. Bevezetés így van, egy kicsit. Illetve megadja azt a lehetőséget, hogyha valakinek azért van egy életpályája már, és attól nem szeretne rögtön elszakadni, vagy esetleg úgy gondolja, hogy azért ő nem biztos a dolgában, akkor meg tudja nézni azt, hogy a honvédség mit kínál, milyen feladatok vannak, és ha megtetszett, akkor akár hosszú távon is maradhat. És milyen egyszerű, csak be kell menni a 6 kiegészítő parancsnokságra, ugye? Igen. Ennyi a történet lényege, és olyan nagyszerű hadnagyokkal lehet találkozni a képzéseken, amilyen Gadányi Péter hadnagyúr, és olyan őrnagyokkal, mint amilyen Ferge László őrnagyúr, akiknek én hálásan köszönöm, hogy ma este itt voltak. Adott alkalommal talán találkozunk még, hiszen esetleg, ha arra szükség van, akkor én azt gondolom, hogy egy haditudósítót a férfi kollégáink közül majd megpróbálunk toborozni önök mellé, adott esetben azt hiszem, hogy arra is szükség lehet. Nagyon örülnék neki, igen. És akkor ő belülről is látná egy kicsit ezt a világot, és meg is örökíthetné. Köszönöm még egyszer is, hogy itt voltak. Jó egészséget a szolgálathoz mindkettőjüknek. Köszönjük. Kedves nézők, ennyi fért a mai magazin műsorunkba. Én ezt a beszélgetést még folytattam volna, mert számtalan kérdésem van, de amennyiben önöknek van, akkor egyszerűen elmennek a kiegészítő parancsnoksághoz, és megkapnak minden információt. Töltsék kellemesen az est hátra levő részét, és bánjanak jól az idővel, meg a szeretettel. Viszontlátásra!